A KSI Ökölvő csapatával a következő boxingban fordulójára készülünk, ha jól számolom, akkor ez lesz a negyedik. Kétszer voltunk idegenben, egyszer már itthon megmérkőztünk a Szabadkával, és akkor most a Debrecen fogjuk vendégül látni. Well, if you guessin' it's me, you guess correctly. I just say what a stallion. You swear I wasn't a question. I'ma hit her with that pipe. Call that Nancy Kerrigan. Stay on the greenest greens. Call us vegetarians. Megint nagyon vegyes lesz. Próbálunk egy kicsit úgy sakkozni a súlycsoportokkal, hogy nekünk is megfelelje meg az ellenfél csapatának is, hogy nekik milyen emberük van, nekünk milyen súlycsoportunk van, és akkor ezt szépen összehozunk. Mind a ketten arra törekszünk, hogy a fiataljaink, a srácainknak minél több felnőtt meccsük legyen. 9 meccs lesz összesen, illetve minimum 9 meccs lesz, de lehet, hogy lesz egy-két olyan fiatal feltörekvő is, aki bemutató jelleggel fog egy boxmeccset vívni. Én bízom benne, hogy jobb formában lesznek és hozzászoknak ahhoz, hogy egy ilyen csapatbajnoki mérkőzésre úgymond munkából megyünk, illetve teljesen más hangulata van, kicsi szűkebb a tér, teljesen idegen a környezet, még több ember van, mint ugye edzésen, tehát kicsit felfokozottabb a hangulat, mégsem világszínvonalú verseny van, de egy olyan versenyhelyzet, egy olyan téthelyzet, amire nekik szükségük van és hozzá kell, hogy szokjanak. Most is győzelmet várok, ugye a hazai fordulók azok egy idézőjelben kötelező győzelmek. Nem lesz könnyű, mert a Debrecennek is elég erős csapata van, ők is erősítenek egy-két úgymond plusz emberrel, vagy olyan lyukas súlycsoportban, ahol nekik nincsen versenyzőjük, de ezeket mi is megpróbáljuk majd kivédeni, úgyhogy én bízom benne, hogy győztesen hagyjuk majd el a szorítót. Március 14 Lurdi Ház, KSI Budapest kontra Debrecen Thunders. A Boxing One sorozat egy újabb állomásához érkezett. A nagy érdeműnek jó szórakozási, a sportolóknak jó gyakorlási lehetőség. Kemény mérkőzések elszánt sportolókkal, egy este.